Idén sem marad el a felolvasás és tiszteletadás Fehérváron Vasalbert erdélyi magyar író és költő munkásságára emlékezve. A világ magyarságát összekapcsoló irodalmi kezdeményezésben hagyományosan részt vesz a városunk. Fehér megyében kilenc éve kezdtük ezt a rendezvényt, akkor Bakoncsernyén kezdtük, és nyolc éve hoztuk át a Szent István Mivelődési Házban az érdeklődés miatt és mivel az első felolvasói estünket már élőben közvetítettük az interneten, ezért a világ minden tájáról a következő években csatlakoztak ehhez a Vasalbert úgynevezett maratonhoz. A felolvasóest programja a Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház felújítása miatt ezúttal módosult. Az esemény február 24-én, pénteken 17 óra 35-kor a Liszt-Ferenc utcai művelődési ház díszudvarán a vas Albert Dombormi alatt kezdődik. Fazakos Attila önkormányzati képviselő a részletek kapcsán elmondta, a megnyitón megemlékeznek a résztvevők a nemrégiben elhunyt dr. Lukácsi Józsefről, aki meghatározó alakja volt a programnak. 18 órától az Evangélikus Egyház gyülekezeti termében, a Szegfügyula utcában folytatódik a rendezvény. Lesz Esti Mesebas Albertel, amit szabad felolvasás követ egészen 22 óráig.